A panelházak egyhangúsága sem tudta Őrmezőt barátságtalan környékké tenni. A boltos, a vendéglős, az újságos, vagy akár az önkormányzati képviselő nem csak köszönnek egymásnak, hanem mindig jut idő egy-két baráti szóra is. Az itt élők közül is sokan ismerik egymást. A lakásajtón kívül is van élet, nem zárkoznak el a közös hétköznapoktól. Junkhaus Rajmund így jellemzi Őrmezőt, vagy ahogy ő hívja, Őrmező falut. Noha listán jutott a kerületi képviselők közé, az általános feladatok mellett ez a városrész foglalkoztatja leginkább. Kitalálta például, hogy az őrmezőieket meggyőzi, ajánlják fel adójuk 1%-át az itteni iskolák és civil szervezetek számára. Ez valamikor majd az őszi időszakban derül, hogy pontosan mi az az összeg, amivel támogatták az őrmezői lakók, egyébként az őrmezői egyesületeket, iskolákat, óvodákat, intézményeket. De a személyes visszajelzésekből, találkozásokból, az derül ki beszélgetésekből, hogy nagyon-nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek az itt élők. Persze ennek én is nagyon örülök, és ez sikeres volt. A legújabb ötlet pedig egy idősek számára szervezett egészségprogram, amelyben az étrend és a testmozgás biztosítja a nyugdíjas korú résztvevők jó közérzetét. Ehhez a tavalyi költségvetésből megmaradt tartalékból szeretne támogatást a képviselő. Erre meg is van az esély, miután az önkormányzati testület kikeveredett a zárszámadás körüli vitából, és a jelek szerint az együttműködésre törekszik mindkét oldal. Szeretnénk, hogyha közösen már ennek a megállapodás tükrében, illetve ennek a gesztus tükrében elkezdenénk közösen dolgozni, munkálkodni a 2009-es költségvetésen. Így hát mindenkinek az ideológiája majd érvényesülhet a következő esztendőben, hát itt csak a kerületi lakosok lehetnek a nyertesei ennek. Az együttműködés egyik lehetséges területe például a közterületek rendje. A Fidesz frakció vezető helyettese közbiztonsági tanácsnokként is sokat vár az újonnan létrejött önálló újbudai közterületfelügyelettől. Azt tudjuk, hogy a rendőrség gazdasági helyzete, a rendőri állomány milyen rossz helyzetben van. Milyen rossz helyzetben van, hiszen bezártak több rendőrszakközépiskolát, állandó státuszhiányokkal küzdenek a kapitányságok, nálunk is így van. Ezen tud valamit segíteni majd a közterületfelügyelet. Nyilván nem a bűnüldözés területén, hanem ezen a közterületi jelenléten, a különböző szabálysértések, tilosban parkolók, utcai járusok, graffitik ügyében. Én ennek nagyon örülök, hogy létrejött. Nagyon jól kell meghatározni, nagyon ügyesen kell meghatározni, hogy kinek pontosan mi a területe. Itt ebben a kerületben persze én közbiztonsági tanácsnak vagyok, de rajtam kívül az önkormányzat részéről van egy alapítvány, egy közbiztonsági közalapítvány. Gyakorlatilag a pénzt az önkormányzati támogatás osztja el a különböző felhasználók irányába. Ez egy nagyon komoly, összehangolt együttműködést igénylő terület, és hát teszek is majd olyan kezdeményezéseket a nyár elmúltával, ősz elején, hogy összejöjjünk úgy a szervezetek, nem egy alapítványi kuratórium ülésem, beszélgetünk arról, hogy hogyan, ki mennyi támogatást kap, hanem pontosan, hogy valamilyen stratégiát állítsunk fel, hogy milyen irányba mozdulunk el a következő néhány évben. Lehet itt a térfigyelők fejlesztéséről, az utcai jelenlétről és számtalan egyéb dologról beszélni majd.